A kormány a napokban visszaállította a rendkívüli jogrendet, és ezzel együtt kihirdette a veszélyhelyzetet újból a koronavírus járvány következtében. Láthatjuk, hogy a járványhelyzet folyamatosan súlyosbodik, és így az emberek életét és megélhetését veszélyezteti a járvány. Mindeközben a közjegyzői és végrehajtási eljárások ugyanúgy folynak, mint a vírus megjelenése előtt. Kilakoltatások tömkelege fog lezajlani a jövő hét folyamán a moratórium előtti utolsó percekben. Emberek, családok fognak az utcára kerülni, miközben a kormány veszélyhelyzetet rendelt el. Köztük vannak olyan devizahitel károsultak, akiknek lassan a szerződésük érvénytelenségéről a nem várt Európai Unió fog tárgyalni. Amit a kormány tevékenysége tükröz, az nem más, mint képmutatás, arcátlan képmutatás. Folytatva ezt a lajstromot, felemelhetnénk a elváló zálogjognak a bevezetését, illetve a január 1-től módosuló végrehajtási törvény azon rendelkezését, amelyben kifejti mind az ingó, illetve az ingatlan árverések szakaszolását, amely következtében az árverési eljárások felgyorsulnak, és a pertárgyértékek, mind az ingók, mind az ingatlanok is sokkal alacsonyabb áron fognak elkelni. Ezek az intézkedések egytől egyig a magyar emberek népnyúzását teszik lehetővé. A Mi Hazánk mozgalom szerint több intézkedésre lenne szükség, hogy végre ne a népnyúzásból élő végrehajtókat és a pénzintézeteket szolgálják ki. A Mi Hazánk mozgalom határozottan követeli azt, hogy a kilakoltatásokat azonnal állítsa le a kormány, illetve kérjük, hogy a letiltásokat, inkasszókat függesszék fel azokra az ügyletekre vonatkozólag, amelyek mögött hitelek vannak.